De kész van az örökből, csak nyugodt. Szerintem meg igen. Szóval szeretettel üdvözlünk titeket itt, itt az online térben. Mi most egy ilyen dotera illatélményen vagyunk, és itt a jelenlévő emberekkel kipróbáljuk ezeket az eszenciákat. Amiről eddig lemaradtatok, az gyorsan egy mondatban összezárom nektek. Ezek terápiás eszenciák, tehát nagyon jó illatokat tudnak csinálni, viszont ezt nyugodtan fel lehet úgy fogni, hogy nyilván mértékkel, okosan kell ezt csinálni, bölcsen, de hogy fejfájásra például tökéletesen, hogy az Emil mondta, azt hiszem, fejfájásra lehet borsmetet használni, vagy ilyen ordugulásra, bármi hasonlókra. Tehát vannak alternatív módszerek, mint például a terápiás zsoter eszenciák, és vannak szintetikus megoldások is, tudjátok, fejfájás, csillapító, bármi hasonló. Na mi ezeket az olajokat fogjuk most kipróbálni. Van-e bármelyik ötöt allergiája egyébként? Nekem nincs. Jó, szuper. Oké, akkor a citromolajat azt körbe cseppentem én mindenkinek a tenyerében, megmutatom, hogy hogyan kitartjátok majd a tenyereteket, és egyet cseppentek bele, utána bemutatom a harci feladatot, hogy mit fogunk vele csinálni, egyébként szívni fogunk a tenyerünkből, méghozzá teljesen legálisan, ha szabad, akkor cseppentek. Dörzsöljétek össze a tenyereteket, kérlek. Neked is cseppentek. Köszönöm szépen. Ide is. Oda is, mindenhova. Itt van mindenkinek. Cseppentünk a tenyerbe, Emil már szívve is, ahogy látom. És fogunk beszélni arról, hogy fizikailag mire lehet használni a citromot, de pont ahogy Emil is csinálom mindannyian, inhalálhatok 8-10-szer a tenyérbe, egy kicsit hagyok ennek időt, és az érzést figyeljétek, hogy milyen érzést előtettek. Csak akinek van vele érzés, az nyugodtan mondhatta, hogy milyen érzés. Szúros. Kicsit ez erős tudja, de ez nekem szúros. Ez a szúros, ez a rossz vagy jó? Rövid távon jó, de sokáig nem bírnám. Aha, de ez, hogy neked nagyon intenzív. Tehát itt a homlokomban, az orrnyergen fölött érzek egy olyan feszítő érzést, amikor én az orromon beszívom. És ez egy nagyon fontos téma, amit mondtál Viktor, ugye? Igen. Ez egy nagyon fontos téma, amit Viktor mondott. A dotera olajokból olyan nem létezik, hogy mi fogunk egy nagy üveget, és akkor locsoljuk. Ilyen soha, semmilyen körülmények között nem lehet. Sokszor, de keveset használnak. Egyetlen egy cseppet cseppentettünk a tenyeretekbe, és egy cseppet használunk egy fejfájásnál, valaki mondjuk egy menstruációs görcsnél, egy émeigésnél, refluxnál, egyetlen egy darab csepp. Jó? Ez fontos, hogy megjegyezzétek, hogy nem cseppegtetjük ki az összes olajat, hanem egy ilyen nagy üveg olaj, mint egy citrom, ez 3-4 havilag általában. Olyan nem létezik, hogy Viktor mondjuk egy üveg olajat elhasznál egy hónap alatt. Megiszogatja. Megiszogatja, de nagyon-nagyon kevés kell belőle. Azt képzeljétek el, hogy egy ilyen üveg citromban, és ha nem maradszatok, akkor ebbe a témába is belemegyünk. Egy ilyen üveg citromban nagyjából 45-46 citromnak a héja van belegőz desztillálva. Egyébként egészen pontosan szicíliai citrom. Ez is egy ilyen technikai érdekesség, de Szicíliából származik ez a citrom, amit most itt Emil mindig nagyon szív egyébként. Tetszik? Jó az illata? Szuper. Itt egy olyan átár belőlünk. Meg nagyon jó egyébként egy csomó minden másra. A lényeg az, hogy nem tudom, mennyire fontos nektek az egészség témakör maga. Hogy amit bevisztek a szervezetedbe, az inkább jótékony legyen, mint sem negatív. Nekem azért fontos, mert hipertóniám van, enyhe hipertóniám, és ez magas vérnyomás. Magas vérnyomás, igen, és kicsit túlsúlyos vagyok, és hát nekem oda kell figyelni a táplálkozásra, a mozgásra. Akkor neked a levendula lesz nagy barátod, az nagyon szépen csökkent egyébként a vérnyomást. Édesanyám természetgyógyász 28 éve most már, kimondani is sok egyébként. Igen, nekem itt a felső testem nagyon vastag, itt a hasis ír, azt arra mondja mindig az orvos, hogy azt le kell adni, mert ugye az ezt egyébként azért kérdeztem, hogy mennyire fontos nektek az egészség témakör, mert akkor mondok erről egy-két mondatot. Az egy dolog, hogy ebben az üvegben benne van 45 szicíliai citromnak a héja desztillálva. Mindjárt azt is megnézzük, hogy mire lehet használni. Viszont ha már az egészség témánál tartunk, az is egy fontos szempont, hogy a dotár ugye 47 országból szerzi be ezt a 170 fajta olajat, mindegyik különböző terápiás célokra való egyébként. Ebben tud titeket támogatni terápiás céllal. És az egy dolog, hogy tényleg ennyire tömény, az is fantasztikus dolog szerintem, de hogy mennyire komolyan veszi a tisztaságot, egyrészt nem érintkezhet a növény semmilyen permetszerrel, és ha erre még azt mondanánk, hogy ez semmi, akkor az is egy nagyon fontos szempont szerintem legalábbis, hogy műtrágyát sem érintett a talaj. Pontosabban fordít, a talajt nem érinteti a műtrágya, értitek a lényeget. Szóval, hogy még műtrágyát sem lehet használni azokon a földeken, ahol például a citromot termelnek, vagy az ilang-ilangnak a szirmából, ugye, a vetiverek a gyökeréből, az egy feszültség oda. Tényleg annyi minden van, ott Emil előtt ez a könyv, rengeteg minden le van írva, hogy hogyan lehet az olajat használni. Mindennyian tudtok majd szerintem citromot hazavinni. Szeretnétek ilyen citromot hazavinni, kipróbálni? Mindenki most jól gondolom, ez egy igent jelent egyébként. Szívesen.
Oké, akkor kérlek, hogy amennyire tudjátok, raktározzatok el majd a memóriába, de szerintem Tünde is meg biztosan segít, hogy a citromot mindenre tudjátok használni. Akinek esetleg segítség és tud esetleg telefonnal fotót készíteni, a könyvből is nyugodtan készített fotót, de Tündi is biztos, hogy benne segít majd nektek. Szóval egy citromot tudtok használni émelygésre, Heiningerre. Például szokott jelenni valamelyikőtöknél? Ilyen emésztési diszkomfort érzés? Oda szuperek vagytok, akkor csak nekem van refluxom, meg hasonlom ilyen hasi diszkomfortom. Nekem de... utoljára a középiskolában volt 30 évvel ezelőtt, azt megmondták, hogy azt a stresszt okozta valószínűleg, de aztán azóta nem volt ilyen szerencsére. Nekem van egyébként sajnos, lehet, hogy a stresszi Budapesten vagy fogalmam sincsen, ilyenkor annyi az én feladatom, hogy fogom ezt a citromot, becsöppentem ugyanúgy ezt az egy csöppet a számba, és tökéletesen működik. Tehát ezt a citromot lehet belsőleg is használni. Ezen felül a citromot tudjátok koncentrációs problémákra, nem tudom kinek mennyire tűnik fel mondjuk így a beszédtempomból, de én enyhén hiperaktív, figyelemzavar, meg egyébként minden utcaság van így bennem szerintem összegyúrva. Szóval nekem például a citrom iszonyatosan jó arra, hogy tudjak koncentrálni, mert egyébként össze-vissza van mindig a gondolatom. Lehet koncentrációs problémára. Aztán a takarítás, hogyha szeretnétek szintetikusság mentessé varázsolni a háztartást, és ez nagyon klisén meg divatosan hangzik, de mondjuk tényleg szeretnétek, tudjátok, van a halálfejek, vagy hogy hívják mi, ez a hipónak is a hátulján, ilyen ez egy csúnya halálfej, ez eléggé egészségkárosító hatással rendelkezik, ezt mindenki tudjátok. A citromot például tudjátok használni takarításra. És amennyire tőletek telik, nyugodtan tesztelgessétek azokat a kis ajándékolajokat, amiket haza tudtok majd vinni. A citromot az ujjatokkal meg tudjátok tapintani majd a fürdőszobátokat, ahol vagytok. És biztos vagyok benne, hogy akármennyire szép rendet tartotok otthon, van vízkő valahol. Nagyon szokták szeretni az emberek kipróbálni azt is, hogy a citromból így a mintővegből, most nincs rögtön mintőveg, de hogy így a mintővegből cseppentesz majd egy párat így a vízkőre, és az ujjatokkal után egy perc múlva le tudjátok húzni a vízkövet. Köszönöm szépen. Ilyen mintővegeket tudtok majd hazavinni. Hogyha ti itt online is szeretnétek majd ilyen mintővegét, akkor legközelebb várunk titeket szeretettel, és akkor hát majd hagyjátok be rajtunk, hogy megígértük, hogy kaptok ilyen kis ajándékolajokat, jó? De hogy ilyeneket tudtok majd hazavinni, és emlél, hogyha te ezt ki akarod próbálni, hogy nem akarsz otthon olyan ront a hipót, hanem mondjuk citromot takarítani, akkor vízkör, egy pár csepp citrom, egy perc az úgy adás szépen le tudod húzni a vízkövet, ablakpucolás, és tovább nem mondom, mert én annyira nem vagyok ebben hiteles, de egyébként takarításra lehet ezt használni. Van-e valakinek kérdése? Igen, akkor ha jól értem, akkor a fürdőkádra, a vécékhagylóra, mert hát a vízkőnek a legnagyobb otthona a fürdőkád. Pontosan. És az embert az agyvaj kerülgeti, hogy nem tud szabadulni tőle. És az olyan busztus talán, amikor az ember használni akarja a fürdőkádat, és akkor mindenhol ez a recés, pedig nem kopás van rajta, mert eltűnik, csak ugye nehéz. Hát a vízkő, igen, az megtelepszik. És nagyon nehéz Magyarországon a víz, azt mondják. Tehát nagyon vízköves minden, a mosógép is nagyon vízköves, a mosogató is, minden vízköves. Erről én egyébként nem tudok, hogy hol milyen, én csak az eredményét tapasztalom, hogy vízkő van, úgyhogy valószínűleg van benne logikai összefüggés, de a citromot tényleg erre is ki tudjátok próbálni, és egy csomó minden másra, de Tündinek majd fogunk adni ilyen infokártyákat meg, aki szeretné és tud vinni, az vigyen szinte nyugodtan, és akkor tudunk majd ebbe egymásnak segíteni, hogy tényleg hogyan lehet használni, meg hát akkor egy videóban is itt lesz, hogy mire lehet a citromot használni. Mit szólnátok hozzá? Én akkor most kilépek az élőadásból, és mindenkit megkérek arra, hogy aki még több illóolajról szeretne információt szerezni, jöjjön el a következő előadásra. Sziasztok!